egyszer kitakarodnak az országunkból. Ezt a diktátumot azonban a nagyhatalmak várják, nincs rá esély, hogy valaha változtassák majd. Bele kell törődni, fájok szépen. Felkérem Tuza Gábor polgármester úrat, hogy is tisztelt megemlékező! Az embernek furcsa gondolatai támadnak, mikor elgondolkodik ellen a diktátumon. Hiszen hallottam olyan idézetet is, hogy azt mondták, hogy amikor a diktátum alá lett írva, ez a diktatórikus békeszerződés, Európa akkor veszítette igazából a békét. Most nemrég a szlovák államfőtől hallottam azt, hogy a múltat nem mi írtuk, de a jövő a mi kezünkben van. A két dolog talán távolinak tűnik egymástól. Mégis azt mondom, hogy valahol összekapcsolódik. Hiszen ha belegondolunk abba, hogy évtizedek óta, hál' Istennek, évtizedek óta háború nélkül békében tudunk élni, ez egy nagyon nagy dolog. Ha belegondolunk abba, hogy azt a határvíziót, amit annó annak idén azért sokan még követel, azt másként nem is változtatják meg. Lehetőség van arra, hogy a határon túli, a határon túl élő nemzettársai, magyarok ugyanúgy érezzék magukat, abba elszakított országrészre magyarnak, mint a határon belül élő magyarok. Én úgy gondolom, mindannyiunknak a maga módján kötelessége, hogy ennek érdekében mindent megtegyünk. Ha már más nem tud, akkor ne próbáljon elgáncsolni, ne próbáljon ellenséges hangulatot szítani. Hiszen gondoljon bele bárki, ha holnap reggel felébredne, és azt tapasztalná, nagyszülője, gyermek, testvére, rokon, ismerőse, egy tolvonás miatt egy másik országba ébredt föl, én milyen érzés jelent? Vagy ha semmi más nem tudom, ha én arra ébrednék föl, hogy a szüleim megfelelően sírja egy másik országba lettek az értelem, milyen érzés jelent? Én arra kérek mindannyian, hogy tegyünk meg magunk módján azért minden, hogy ez a magyarság, ez a marokkó magyarság, azért gondoljunk bele, hogy összességünk, hogy talán 15 millióra vagyunk, ez a marokkó magyarság maradjon meg, ugyanúgy, mint eddig megvan, ezen év legalább ezen. Én kérlek benneteket, kérlek önöket, hogy ennek érdekében a saját maga módján, a saját maga posztján mindenki tegyen meg a maximálisat. Köszönöm szépen!
Istenből, hiszen magyar az a feltámadásban. Ámen. Papvár jelenére és Sziklai szerint döntődő magyar hiszegek című írás a győztes imájának részletét hallották. 1920. június 4-e, 16 óra 32 perc. Helyszín Franciaország, Versailles kastély, Trianon palota. A trianoni békeszerződés, békediktátum, vagy békeparancs, az első világháború lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerébe indult el. Magyarország, mint vesztes állam, akkor még osztrák-magyar Holandia néven, és a háborúban győztes Antantországok között született békeszerződés alapjaival meghatározta Magyarország új határait. A győztesek kijelentik, hogy Magyarország felelős a háborúban győztes államoknak okozott károkért. A békeszerződést a magyar királyság nevében Horthy Miklós által kinevezett Simonyi Sebastian kormány képviseletében és felhatalmazásában Benárd Ágost miniszter és Drasse Lázár Alfréd államtitkár írták alá. A békeszerződés célja egyértelmű volt. Németország és a vele szövetségben lévő országok megépítése. A történelmi Magyarország új határainak megalapítása mellett 35 ezer főben megkorlátozta a magyar katonai létszámát, megtiltotta a légierő és a nehéz szerepek tartását. Pedig a békeszerződés létrejött elő olyan bűnösség között Párizsban, amely észérvényre támaszkodva valós földrajzi etnikai határa jelenségre próbálta meggyőzni Magyarországot. Gróf Apanyi Albert védőbeszédének ír, hogy Magyarország ne sújtsák legszintén tévedtek, hisz nem védőbeszédének a legfőbb. A beszéd sorokban nagy hatás lehet, mivel azonban a békeszerződés illetően a döntés már megszületett, érvei nem tették figyelmet. Így a magyar kormány delegációja csalódottan tért haza Budapestre, társadalomban a 14 részben álló békeszerződésre. Az aláírás időpontjához szóló döntést a nagykövetek konferenciája május 27-én hozta meg. Meghatározták, hogy ki kírják vele, mikor érkezik a Párizs mellett a megszerkesztőt. Mivel semmilyen diplomáciai fellebezés nem volt lehetőség, így aláírták a végénkkel. Magyarország egy pillanatban megszerkesztőt létezik. A szomszédos új területen kiéhezett országok szétképték hozzá. Az első a területi nagysága jól mutatja ezt. A 325.414 km területi nagy magyar királyságban teljesen szétfúlott, maradt 92.952 km. Az erdély Párizsban keleti bánság Romániához kerül, mint egy 172.000 km. Drága köz, Bársa, Újvidéki Uraköz, a szerb horvátszlávi királysághoz kerül, több mint 64.000 km. Felvidék Beregszász Csehszlovákiához került 63.000 négyzetkilométerre. Őrvidék Ausztriához került 4.000 négyzetkilométerre. Szepes Áron vármegye Lengyelországhoz került 589 négyzetkilométerre. És végén Fiume, kikötő Olaszország kapta 21 négyzetkilométerre. A területvesztéssel elveszítettünk lakosságot is. 1910-ben még 18.264.533 fős ország, lakossága 7.615.111 főnösen lesz. A gazdaságot is súlyosan érintette. A termelőföldünk 61%, a faállomány 88%, a vasút hálózat 62%, a kiépített utak 64,5%, a nyersvas 83%, az ipartelepek 56%, a hitel bankintézetek 67%-a kerül a szomszédos országokhoz. A hír hallatára országszerte zuhant a háború. Jelezte a világnak a magyarságra érintő súlyos tragédiát, a gyászt, az elkeseredettséget, a fájdalmat. Egy nagymúltú nemzetet aligra láztak, többet. A magyar fájdalmas sírása elhalasztott a világ minden tálára. Ezek és tízezer éreztek tehetetlen bűnt. Hányan érhetnek nyugalomra úgy, hogy kezük körülbeszorult, vagy könnyükkel küzdve, szobába szedve
Micsoda kitörő örömmel és lelkesedéssel fogadták a magyarok leszámítást. De ennek súlyos ára. Magyarország megyének második világában. Hazánk veszteségét jött a háborúból, így a trianoni határok visszaállt. A szocialista érában nem lehetett beszélni a magyar kérdésről, sőt. És mi lett azokra, akik a határok képregettek? Elnyomás, diktatúra megfigyelődés. Az anyországon kívülnek egy magyarok kisebbségre kerültek. Ahhoz, hogy túléljék és életre maradjanak, alkalmazkodni kellett az idegen ország törvényhez. A magyarság alkalmazkodásában számos kísérő látványok vannak. De a magyarok ereje, kitartása, a szülőföld iránt érzett szeretete, a magyar nyelv és kultúra, a hagyományok ápolása és tisztelete mindig legyőzhet az elnyomó akaratát. A szomszédos országok, ahol csak tudták, megtörték a magyar nyelvet. A tulajdonágazásokkal, az etnikai alapú jogfosztásokkal, sőt, gyilkosságokkal. Büntetés számított, ha valaki magyarul beszélt. Idegen lettek saját hazát. A politikai erő nyíltan magyar ellenesek voltak, főleg Romániában. A magyar ellenesek atrocitások csak az 1990-es években csökkentek, ám még most is mondom, magyarok bántalmaznak. A magyar alkotmány 6. harmadatosának 3. megjegyzése kimondja. A magyar köztársaság felelősséget érez a határon kívül élő magyar sorsáért, és előmozdítja a Magyarországon való kapcsolatok átadását. A határon a magyar, Ausztria kivételével minden országban jelentős politikai szervezetet hoztak létre. Ezen pártok, a magyar parlamenti pártok és a magyar kormány egyezettől fogulnak a májára. A 90-es évtized elején Magyarország gyorsan és vértelenül várjuk a kommunista rendszer uralmára, és sikeresen teremtette meg a működő parlamenti demokráciát és piacgazdaságot. Külpolitikánk és gyökeresen átalakult. Belépjünk bele a kötelékében, amikor felvette bennünket az Európai Unió tagállamok közé. A magyar külpolitika az európai integrációs elvek alapján mentén teljes veszélyességet támogatja a határokon a magyar törekvéseit és közösségi megoldását érdekében. Tisztelt elnökeket! A Trianon szóból Trianon 3 nem gyerekszó. Nem, nem, soha. És a jelmondat, csak Magyarország nem ország, egész Magyarország nem ország. Soha nem tudott egy ilyen gyászos országon, egy nemzettel sem. Mi a feladatunk? A 101 évfordulóra. Emlékezni, és lélekben magunkra az önelmi elveszteni a fejlődőt. Folytatni a határozatokat, a magyar nyelv és a hagyományok magas szintű ápolását, közeledést a kultúra, a sport, a gazdaság, a művészet minden területén. A határok visszaállítani nem lehet. De felelősségtel és kül- és belpolitikai akarattal lehet javítani mind az itthon élő, mind a külön magyarokat a területén. Szándék is a magyar, a vészek állára. A műsorai a régiakon, tengerén kínjára. Valsosok a régen, hozzá végeztem. Megbüntette már elég, a múltan, csövegek. Köszönöm, hogy megtaláltam. Oh.
Szeretet. Buszolgatni szeretet.